A napközis táborok számos lehetőséget biztosítanak az aktív kikapcsolódásra, fejlesztésre és élménydús vakációra. Nyíregyházán ebben az évben a Nyír.vv Nonprofit Kft. Szervezi a táborokat június 21-től augusztus 13-áig különböző turnusokban. A szülőknek a 3000 forintos étkezési díjat a törvényi előírásoknak megfelelő kedvezmények figyelembevételével kell megfizetni. Négy helyszínen, Nyíregyházán, a Józsa táborban, a Józsa András Múzeum táborában, a Múzeumfaluban, a Sportcentrum táborában, a Sporttáborban, valamint a mindenki számára ismert Kisvakon táborban tölthetik el a gyerekek a nyarat, és a teljesség igénye nélkül egy pár olyan programot mondanék most, méghozzá a Józsa András Múzeum által szervezett táborban egy régészeti feltáráson is vehetnek részt a gyermekek. A Múzeumfalu táborában különböző népművészeti szokásokat, népművészeti alkotásokat készíthetnek a gyerekek. A Kisvakon táborban nagyon sok gyermekek számára készített meglepetés, valamint hát ilyen társas játék az, amin részt vehetnek. A sporttáborban pedig különböző sportokba kapnak betekintést a gyermekek, azáltal, hogy részt vesznek a táborban. Elképzelhető, hogy akár úszás, kézilabda, röplabda és kosárlabda szekciókat is fognak majd indítani. Izgalmasnak ígérkezik a gyermekek számára a nyári szünidő, ha lesz elég jelentkező a nyári táborokra, állítják a szervezők. Országosan jelenleg mintegy 700 különböző tematikájú tábor közül válogathatnak az érdeklődők a vakáció idejére. Anyagi veszteség pedig senkit nem érhet. A foglalókat ugyanis mindenkinek visszaadják, ha mégsem lehet megtartani az adott tábort. A táborosztatók nagyon-nagyon optimisták, ez abból is látszik, hogy több mint 700 táborturnust hirdettek már meg nálunk a táborfigyelőnél, amikre lehet is, javasolt is a szülőknek jelentkezni. Amennyiben az oltási ütem az úgy folytatódik, ahogy most ez látható, akkor szabad nyarat tudunk a gyermekek részére biztosítani, és hát erre szükségük is van. Az online oktatás, illetve egyéb korlátozások, illetve szabályok miatt ők ugyanúgy visszafogott életet élhettek, és ezt azért rosszabbul is élték meg, mint ahogy a felnőttek, úgyhogy nagyon jó lenne, ha végre a kortársaikkal tudnának szabadon felhőtlenül játszani, és erre a táborok kiváló lehetőséget nyújtanak. Szakember szerint fontos, hogy olyan táborra essen a választás, amely gondoskodik a járványügyi protokoll betartásáról, és jogilag rendezett környezetben zajlik a háttérmunka, így már az előleg befizetéséről is számlát állítanak ki számunkra.